Üdvözlök, utolsóval is ez itt újra a The Binding of Isaac Rebirth, amint el tudom indítani a játékot, ami meg is történik. Már is legjugrunk a századik résznek. Elképesztő, hogy eddig kiúztuk, és ez tulajdonképpen csak nektek köszönhető. Ó, lájban, ez veszélyes játék. Szóval ezt csak nektek köszönhetem, hiszen igazából azzal, hogy ti kommenteltek, nézitek a videókat, és hozzájártuk ahhoz, hogy további részeket rakjak föl, van kedvem játszani, és persze 50 embernek is csinálnám, hogyha ők nagyon hűségesek, és igazából próbálnak segíteni, hogyha arra van szükség, és emellett viszont nem trollkodnak túl sokat, picit szabad, mert hát mindenki szokott trollkodni néha. Köszi. De igazából csak nektek köszönhetem, hogy ma itt vagyunk, és megint megpróbálkozom azzal a küldetéssel, mivel nagyon régóta. Azonnal adj nekem 9 centet? Most! Nem tudok várni. Valószínűleg még 6. Valószínűleg meg lesz. Máshogy nem, akkor felrobbantom a Donation Machine párszor, de az a Blue Candle az egyik eleme a mai körnek. Az egyik legfontosabb. A másik a Stopwatch. Amit nem szívesen vesz fel az ember, mert garantáltá teszi kb. A győzelmét, de egyszer muszáj. És lehet, hogy most jön el az idő. Így mivel egyből az első item roomban, vagy első boltban ideadta a stopwatchot, ezért lehet, hogy nem fogom elvinni a Blue Candle-t, pedig megígértem, amikor először veszem fel, hogy bele fogok uzamosabb ideig játszani. De az biztos, hogy már csak egy itemre leszünk. Egy nyomvat itemre. Sem hiszem. SMS, mindegy. Szóval... ha nem halunk meg Dingle-ön. Már nem volt hiába való akkora mai kör, hogyha ez bekövetkezik. És azért van rá esély. Én úgy látom, hogy nem halunk meg Dingle-ön. De akkor is, ha most fél HP-m lenne, is még lenne esélyünk. Eddig a pontig. Jó, nekem a health-up tökéletes. A health-up az health-up. A Librával is. A Librával egyébként szólt nem ejtettem, ugye a mérleg. Kaptunk damage-et is? Nem tudom. Az a lényege, hogy bármilyen stat upgrade eloszlik az összes többi stat között, és egyfajta all-stat szabként működik bármilyen range vagy speed upgrade, vagy ilyesmi. Bocsánat, Donation Machine, hogy 10 centnél is képes vagyok tőled kölcsön kérni. Ez még pont nem elég, de muszáj lesz, hogy elég muszáj megvennem azt a Blue Candle. Sajnos nem vihetem magammal, de ez most már tudjuk, mit jelent, srácok. Egy darab itemre vagyunk. Egy darab. Ami nem más, mint a stopwatch, ahogy már sokszor elmondtam. És éppen ezért, hogy esélyt adjak magunknak arra, hogy fú, hogy hiszkulok, el sem innétek. Szóval, hogy esélyt adjak magunknak arra, hogy ma megszerezzük, ezért a D6-ossal megyek tovább. Ez egy ostoba sérülés volt, de valamiért az OBS néztem, nem a játékot, és ez nem fizetődött ki. Nincs 5 centünk, ergo ezen a szinten nehéz lesz megszerezni a 15-öt. Arcade nélkül. Nem igazán szeretem a Librát, mert csökkenti a damage-et az esetek döntő többségében. Ível mondjuk egész jól szokott jönni. Jó. Téged gyilkoljunk le. Ha nem találnak el még ezt a kört, meg is nyertjük, de ez nem cél. Legalábbis nekem egyáltalán nem cél. Ma. Kicsit komolyabb céljaink vannak. Nyerni olyan snalsz, nem tudom a hány kör óta, csak folyamatosan nyerek, és már mindenki biztos megunta. És azért hát Retringádot nem minden nap kap az ember. Úgyhogy egy utolsó item. Lehetséges? Hatalmas már. Hát nem is kell olyan hatalmas mász, de nagy mászdival igen. Például jó lenne, hogyha... kockáztassak-e? Ez a kérdés. Bemehetek a boltba, anélkül van pénzem rá, mármint az itemre, hogy megvegyem. Ha nincs ott, akkor rerollolhatok, és hogyha megint nincs ott, akkor egy csomó itemet kivettem a rotációból. Viszont ha ott lesz és nem tudom megvenni, akkor én valószínűleg öngyilkos leszek. Mármint nem csak Isaacben. Ami lehet, hogy nem lenne jó a csatorna jövőjét tekintve. Úgyhogy nem tudom, hogy melyik megoldást kéne választanom. Mindenképpen a gyorsabb út lenne az, hogyha
hogyha bemennék a boltba, vagyis potenciálisan gyorsabb út, viszont semmi kés sem garantált, főleg akkor, hogyha utána egyszer megjelenik, akkor többször már nem fog a stopwatch, mert special, gondolom. Infinity Roll vagy ilyesmi kéne, mint a Godhead-nél, de nem tudom, hogy az lehetségesek. Amikor például nekem jó, nem egy nagyon jó item, bemegyek a boltba. Dupla item, ez jó hír. Dupla item, ez még jobb hír, és nincs stopwatch. Fogy az item pool a boltban. Ha másra nem, erre már biztos, hogy jó volt ez a szint. Négy itemet kiszedtünk a boltból. Több van, mint régen persze, de azért ez mindenképpen segít. Két szint, két boltba jártam. Egy csomó itemet kiszedtünk. Nincs mások hátra. Minden egyes rolltot boltra fogok tartogatni. Ördög szóval bekaphatja. Amit egyébként most még megtalálhatunk, hogyha szerencsénk van. Csak elég szar helyen áll az a kolléga. Tehát muszáj lesz kockáztatni, mert nem akarok itt lenni estig. Izgulok és sietek is, hogy őszinte legyek. Azért sietek, mert hát... Na, hogyha izgul az ember is már nagyon régóta szeretne valamit, és ennyire közel van, akkor már nagyon sietősé válik neki a dolog. Milyen közel vannak ezek. Jó. Ne haunt. Kín, az jó. Őt lehozom talált nélkül, akkor talán egy jó ördögszobában biztosíthatom azt, hogy el is jussak elég messze a játékban ahhoz, hogy kapjak elég boltot, mert ugye ez az utolsó szempont. Tehát, hogyha meghalok katagomba kettőn azért, mert semmi jó itemem nincsen, akkor az eléggé szomorú lennék. Főleg egy ilyen környen, ahol ilyen hamar tudtam két boltot is meglátogatni. Igazából lehet, hogy ezen a szinten már nem lesz jól, de ahogy mondtam, hogy négy itemet már láttunk a boltban, az már bőven sok ehhez a szinthez. Főleg az első után, ahol már itemet is vásároltam. Oké. Kicsit veszélyes szituációba sodrom magunkat. Azért a Demon Wings-t vettem fel, és nem a Spirit of the Night-ot, mert a Spectral Tears-nek nincs jelentősége anyakésével. Nem tudok rerollolni. Viszont nagyon kéne a Soul Heart. Igazából a Mumsky rendkívül jó item, de nyilván nem fogom tudni megvenni, nem nagyon van rá esély. Ha csak valami szerencsés Secret Room nem lesz. Ami nem itt van, és így azért kicsit körülményes lesz megtalálni. Már 5 bombából nem kéne, hogy gondot jelentsen. Lehet, hogy nem kellett volna fölvennem a Mumsky Knife-ot. És ez most furán hangozhat. Nem tudom, hogy a Stopwatch special item, de ha igen, akkor lehet, hogy most csökkentettem a esélyt, hogy megkapom. Kockázatos, de néha muszáj kockázatot vállalni. Végre. Hál' Istennek a library-nak köszönhetően... még egy reroll? Jó, legyen még egy reroll. Remek. 6 item kivéve a rotációból elvileg, amik már nem nagyon kerülhetnek elő. Nem tudom, valóban az a helyzet, hogy specialből csak egy lehet nálad. És például ezért nem kapsz Godhead-del Secret Heart-ot. Ha igen, akkor ma már nem lesz Backlinungád, és aki ebben így biztos az most már így el is veszíti valószínűleg az érdeklődését. Tekintettel, hogy engem csak az egy dolog érdekel. Picit akkor lehet, hogy hülyeség volt megvenni a Mumps Knife-ot. De ezt nem tudom biztosan, úgyhogy... fuck it. Szóval nem tudom biztosan, úgyhogy muszáj lesz kockáztatni. Picit leszek csak csalódott, hogyha a 100. epizódra nem jön össze a Real Platinum God, de... ez egy olyan velejárója ennek a játéknak, ami néha elkerülhetetlen, mivel... nagyon nagy szerepe van az RNG-nek, ezért elég nehéz előre tervezni. Ezt remélem belátjátok. Ne halljunk meg, ez mondjuk egy fontos dolog. De mondjuk ha meghalunk, legalább előre kezdődik a dolog, és így biztos, hogy nem kavar be a special item dolog. Nem akarom megnyerni a kört, mint mondtam. Viszont így nagyon jó, hogy megvettem azt a Soul Heart-ot, különben már most meghaltam volna. De lehet, hogy az lett volna meghaltunk. Jó, ez az!
Kezdjük előről. Mint mondtam, nem lényeg, hogy nyerünk-e. Igazából az helyzet, hogy nem tudtam, hogy Super Pride egy egészet sebes helyettől áll. Gondoltam, hogy egy felet fog és túlélem, de nem annyira nagy tragédia. Igazából meg sem próbáltam kikerülni a támadásait. Egyharmad gapi, mi? Kétharmad gapi, mi? Mivel ez azt hittem, valószínűleg nem fogok tudni 15 centet szerezni, mivel üres a donation machine, ezért vettem. Ezért irolloltam ezt. Ez a Pisces? Nem, ez a Gemini. Oké. Valószínűleg nem lesz még egy rerollom, ezért tökéletes nekünk. Így logikusan gondolkodva ez lehet az oka annak, hogy például a Sacred Heart nem kerül elő, miután felveszed a Gathered-et. Mivel azt tudom, hogy Rebirth-re jelentősen lecsökkentették a special item-ek lehetőségét, és talán pont azért, mert, illetve a special item-ek számát, és talán pont azért, mert ebből adódóan, hogyha egyet felveszel, többi nem jelenik meg. Viszont nem tudom, hogy mik a special item-ek. Úgyhogy így ezért egy picit érdekes lesz, hogyha ez valóban ez a dolog. Szinte biztos vagyok benne, hogy a stopwatch az. Ebből adódóan ritka is, hogyha ha logikám és a következtetésem nem téves, akkor bármilyen más special item felvételével eltűnik a poolból. Hiszen tényleg nagyon kevés a special item a rendes Isaac-hez képest, ahogy ugye csak annyit csinált egy special item, hogy kevésbé volt valószínű, hogy kapsz még egyet. Viszont itt lehet, hogy alapvetően lenullázza az esélyét, hogyha egyet felveszel, hogy kapsz még egyet. Ezt valószínűleg nem fogom megtudni. De most térjünk is el ettől a tárgytól kicsit, és térjünk át a másik tárgyra, ami kicsit fontosabb. Például az, hogy tudok-e itt 5 centet szerezni. Ez vicces volna meg minden, de azt hiszem a inkonzisztencia nem az a tulajdonság, amit szeretnék látni egy olyan kör alatt, ahol nagyon fontos lenne egy itemet megszereznem. Főleg azért, mert tudtam, a Missing No elveszi a kockát is és irolója a fenébe. Ez nem biztos, lehet, hogy a Spacebaros itemet békén hagyja, de ebben az esetben sem tartanám egy kifizetődő és jó dolognak. Bevegyünk-e a boltba? Csak azért, hogy kilőjünk pár itemet a rotációból. Oké, ez a Broken Watch, oké? Rendben. Pillanatra megállt bennem az ütő. De ez a másik. A rosszabb, és a régi, és a hagyományos, és az unalmas. Hol van a nagyon izgalmas, és nagyon új, és nagyon törött, vagyis nem nagyon törött, hanem nagyon épp stopwatch. Az utolsó láncszem. Az utolsó elem. Ami elég fura, mert nem is elem, hanem óra, de ez is mindegy. Őt szeretném most már nagyon látni. Megint csak másodlagos, hogy nyereke vagy nem, bár azért egy első szintes kétharmad gapival nem kéne, hogy különösebb nehézséget okozzon, plusz egy damage upgrade-del az első bossból. Persze Solartot nem tudtam szerezni, mert nem tudom, nem volt Tinted Rock vagy ilyesmi. Úgyhogy igazából egy találat elveszi nagyjából az ördögszobát, ami azért jelentősen csökkenti az esélyt arra, hogy megnyerjük ezt a kört, vagy hogy egy megfelelő mennyiségű damage-et képítsünk a játék megfelelő szakaszára. Ha ez lesz a helyzet, akkor hát így jártunk. Mint mondtam, az előző körből is levonhattátok a tanulságokat. Nekem nem az a célom, hogy ma nyerjek. Ma az a célom, hogy emlékezetessé tegyem ezt a jubileumi epizódot. Mindenki számára, köztük saját magam számára is. Amihez nem kell sok. Tényleg. Egy vacak item. Amit a Isaac-esek többsége elpasszol, hogyha meglát. Mivel annyira OP, hogy fölösleges használni. Mert totál érdektelné teszi a kört, ami teljesen érthető, és most megint nem fogok rerollolni, mert a boltot fogom rerollolni. Minden erőmmel azon vagyok. Innentől kezdve nincs szerepe annak, hogy az item roomban jó vagy rossz item van. Ha jó, elviszem, ha kevésbé jó, de legalább passzív, akkor is elviszem, ha rossz, akkor meg ott hagyom, nem érdekel. Nézzük. Egy item van csak, de rerolloljuk. Oké. Még két item elvileg kiesett a rotációból. Kicsit főjebb is rakhattam volna, de mondjuk így jó volt, felrobban minden váz, aminek fel kellett. Tudok venni még egy rerollt. Bár mondjuk fenyeget az a veszély, hogyha esetleg véletlenül bedobja, akkor nem tudom megvenni.
és akkor rohadt bosszus leszek, és mérges, és minden. Lehet, hogy megsérültem ezen a szinten, nem tudom, nem figyeltem oda, nem is érdekelt. Mint ahogy mondtam többször, nem akarok nyerni. Nem baj, hogyha a Super OP kombó, ami mostanában jellemző a köreinkre, megszakad most így egy epizód erejéig, úgyis unalmas volt már. Ja, lehet, valószínűleg megsérültem, igen. Azt hiszem, egy borzalmas item, de mindegy. Ezzel kell lennünk boldognak. Ez elég magyartalanul hangzott, de mindegy. Még egy item kilőve a rotációból. És itt volt valahogy aranyláda, amit nem tudom, hogy el tudok-e érni, de legalább megpróbálom. Az biztos, hogy nincs itt Secret Room, úgyhogy megint nem tudom, hol van. Más kérdés, hogy ennyi bombával megéri-e kutatni utána. 5 azért mondjuk annyira nem kevés. Lehet benne reroll, lehet benne pénz, mind a kettő nagyon fontos lenne. A következő szinte még biztos nincs greed a boltban. Ami egy jó hír, ami nem tudom, hogy abból a szempontból jó híre, hogy nem nagyon találom a Secret Roomot, és nem tudom, hogy hol keressem. Talán itt. Ez kezd röhelyes lenni. Ez az utolsó, kell ez az egy bomba, bármikor bejöhet valami váratlan dolog. Na! Ez nem reroll, de ez elegendő pénz arra, hogy a következő szinten szinte biztosan vásároljunk valamit. Jó. Dupla itemes boltok kellenek. Dögivel. Mint az előző részben, csak ott nem vált be. Ott még a Blue Candle sem sikerült összeszedni. Az biztos, hogy most egyelőre még nincs special itemem. Sőt, hát kb. Semmi itemem nincsen, de ez most mindegy. Valahogy túléljük. Gemini majd carries minket. Ugye Gemini? Megteszed ezt minden egyéb item helyett. Két kulcs az nagyszerű, be tud menni boltba item room-ba. Mindenképp megyek boltba. Mivel elég pici az esélye, bedobja azt a pacsot. Ezért akkor az sem baj, hogyha nincs elég pénzünk a boltra. Oké, azt, hogy itt nem sikerült megsérülnöm, ez feletté meglepő számomra. De örülök neki, és nem firtatom az okát. Ott egy tinti drag. Ott egy reroll. Mit mondtam, ez fontosabb, mint az ördögszoba, amit megint elszartam. Egy valószínűség szerint, bár a bossra beviszem majd a szólátot, de igazából mindegy. Tears down. Hát a DPS-ünk a nullához konvergál, hiába a mit. Ez katakomba, nem valami viccelődő szelő. Kérlek. Oké, ez hasznos. Lehet. Főleg a DPS-ünket elnézve. Hát Gemini-nak kb. Nagyobb a DPS-e, mint nekünk. Ez picit azért röhelyes, de mindegy most már. Ezzel kell tudni együtt élni, hogyha az ember nem rerollolja a rossz itemeket az item roomban, hanem rerollolja a jó itemeket a boltban, szar itemekké, csak azért, mert egyet meg szeretek közülük szerezni. Mármint nem a szar itemek közül, stopwatch. Egyáltalán nem szar item, sőt, mondom, a legópibb item a játékban is. Mondom, el szokták passzolni az emberek. Ne halljunk meg, kérlek. Hogyha lehetséges. Meg úgy sok pénzt sem kéne veszíteni, itt azért sikerült pár centet, de azért valószínűleg még a 15 így is meg lesz. Itt szóval valami itemet, ami carries. Rubber Cement egy rendkívül jó item. Nem nagyon rerolloltam volna. Még ha esélyem van rá, akkor sem, hiszen bolton kívül semmi más nem rerollolok. Ahogy mint mondtam, azon a szinten, illetve ezen a szinten, mint biztos nincs greed a boltban. Ergo itt még biztos kéne találnunk itemet. És minden egyes ilyen bolt ajtó kinyitással megremeg a lábam. Dupla item az valami. Egyik sem az, amelyikre szükség van, ahogy most se. Menjünk el az elemért. Izgulok, izgulok egy picit. És nem csak azért izzadok, mert van kb. 38,8 fok, hanem úgy alapvetően ez egy olyan nap a Rebirth karrieremben, ami a legfontosabb lehet az összes közül kb. Talán az elsőt leszámítva. Az ominózus 2014-14-04-et. Az a dátum bevésődött az agyam legmélyére. Elkezdtem remegni. Ez normális, doktor úr?
Honnan az istenbe szedek 6 centet? Ne csináld ezt velem, adj egy pageantbot, jó? Léci Troll Engine. Már kikiáltottalak annak az előző részben, aki mindig tudja, mire van szükség. Most ne hagyj cserben. 6 kibaszott centet. Oké. Légy szíves. Képes vagy rá. Ez mi ez? Tofa. Nem tudom miért toltam el, mert miszklik. Oh my. Ez biztos nem fog dobni Pageant Boyt. Dobbans fel a Tinti Drug, hogy kapok bele bombát, abból tudok szerezni centet. Nem ott van a Tinti Drug, mindjárt oda megyek neked. Hát, hogy jobban észreveszed. Ott van, az nem. Ne robbancs már föl! Az ideje megdöglened. 6 kibaszott cent. Nem hittem volna, hogy ilyen gyorsan ideadja. Azt hittem, még bőven van pár rollom. Honnan szeretném ezt? Koncentráljunk. Poop valahol. De oké, be tud menni a challenge roomba. Az valami. Kérlek. You fucking kidding me? Se bomba, se cent. Pont most. Ez kész röhely. Nem hiszem el, amit látok. Léci, egy dime-ot a végén. Tudsz te? Tudom, hogy tudsz te. Pont most üres a donation machine, de mondjuk ha lenne benne valami, ez is lényegtelen lenne. Semmi? Nem hiszem el. Gyerünk. Képes vagy rá, vedd meg. Ott van, ha látod. Gyerünk. Hát a bedob a Secret Roomba. Hát, hol az istenbe lehet az a Secret Room? Fuck, fuck. Kezdjük előről. Mivel egyszer megjelent, ezért többször nem fog innentől kezdve totál értelmetlen folytatni azt a kört, hogy nem tudom, miért rollolta. Reflex. Ez a Placement Excel, az nem jó nekünk. Na jó, kezdjük szelőre. Akkor nem kezdünk szelőre, ha már pörgette azt, ahol instant item roomot kaptunk volna. Kicsit ideges vagyok, na! Dob már be basementre, légy szíves! Na, megy ez. Oké. Nyugodjunk le. Nem történt semmi. Az, hogy kiürült a donation machine, azt továbbra sem értem, hogyha egyszer beadtam már 999 centet. Miért kellett kinulláznia a fenébe? Lehet, hogy túladagoltam és ez volt a baj. 999-nél felrobongatom, akkor nem dob ki vagy 70-et és nullázódik le. Tehát ezt honnan az ördögből tudhattam volna. Dupla item. Igaz, a Compass kétszer is köztük volt, de nem különösebben zavar. Megint kockázat volt, és az előbb erre fáztam rá. Ráadásul most még egy kulcsot is porolattam volna, de mindegy. A lényeg az, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül pár itemet kilőni egyben az első szinten a rotációban, ami fontos. Fontos lenne ezzel együtt még a további 5 cent összegyűjtése a következő szintre, ami hogyha nem Pageant Boyt dob a boss, nem tudom, hogy lehetséges, hiszen eléggé nehézkesnek tűnik. Egy olyan szinten, hogy ó, 4, oké, már csak egy kéne, már megint. Ó, ne counterfeit penny. Köszönöm. Feltéve ostobának éreztem volna magam, most counterfeit pennyt kapok, és
és nem vettem volna fel azért, mire felszedtem azt a 4 pennyt, amiből is simán csináltam volna 5-öt. De szerencsére ez nem következett be, úgyhogy igazából nincs baj, csak a DPS-ünkkel valami nem stimmel. Kicsit kevéske. Oké. Ez már lassító effekt, az már valami. De nem az a lassító effekt, amit szeretnék látni. Nem vagyunk messze. Az biztos, hogy ez nem egy szokványos rész, hiszen több kör tartalmaz egyben. Többször haltam már, meg többször indítottam újra, csak úgy. Vagy lehet, hogy csak egyszer haltam már, ezt nem tudom. Késsel. Most meg kezdem úgy kitalálni, hogy mire kell odafigyelnem. Special itemek és egyéb finomságokra. Coin purse. Nem tudok mit vele csinálni, mert nem tudom rerollolni, úgyhogy imádkozom, hogy jók legyenek a pillák. Tearzap nagyszerű. Puberty nem számít. Bad trip elmegy, és bad guess. Oké, okay, Tearzap. Nem egy squeezy kezdés, ami messze tökéletes lett volna, de valami. Nem tudom megvenni a rerollt, mert akkor nem lesz arcade a következő szinten, ami egy kisebb probléma. Ahogy ezt az aranyládát sem tudom kinyitni. Nem tudok kutatni Super Secret Room után, nem tudom kilobbantani a Tinted Rockot, nem lesz ördögszobám a következő szinten se, de ez mind lényegtelen, hogyha megkapjuk a Stopwatch-ot hamarosan. Ott volt már, láttátok, benne van, én is láttam, és ott is rohad most már meg. Ez most egy másik lesz, egy olyan, ami le lesz árazva, és olyan, amit meg tudunk vásárolni. Egy olyan, ami hű lesz hozzánk, és utolsó hátralévő itemként bevonul a történelem könyvekbe, legalábbis az én történelem könyvembe. Minden rendben lesz. Meg lesz ez hamarosan, most már csak nem kell rá olyan nagyon sokat várni. Ez a boltra megy, úgyhogy egyre nem megyek item roomba. Pár centet össze tudnék szedni, annak örülnék, bár ha nincs arcade a szinten, akkor is valószínűleg össze kéne tudnom szedni a maradék 6-ot. De ez a 6 cent, ez nagyon-nagyon félelmetes, az előző körből kiindulva. Oké. Okay. Nincs elég kulcsom, nincs elég bombám. Mennyire jó kezdés volt ez a Libra. Semmiből nem volt hiány. Nem úgy, mint most. Alábecsültem egy kicsit. Oké. Okay. Egy nagy Larry Junior. Lassítással együtt. Nagyon egyszerű, de még nélküle sem túl nehéz. Most mi egyből lett belőle kettő, de egyiket hamar megöljük, és akkor nem kell vele többet törődni. Úgy, ne menj el, ma akartalak ölni. Sajnálom, hogy ilyen agresszív vagyok, és legyilkolok mindenkit, aki szembe jön, de egyrészt, ha nem tenném, akkor valószínűleg én járnék hasonlóan. Másrészt meg kicsit most agresszív is vagyok. Jó, Halo, csodálatos. A Brimstone az valószínűleg special. Úgyhogy hagyjuk a fenébe. A Halo valószínűleg nem special. Sőt, szinte biztos vagy benne, hogy nem az. Úgyhogy egyelőre ebben maradunk. Mi a fene történt a billentyűzettel? Azaz, oké, a dupla egy pillanatra meghalt. Ő sem akarja már az igazát. Ma már senki nem akarja az igazát. 10 cent. Még lehet arcade, nézzünk be ide. Egy item. Még egy item. De ha nem is kapjuk, most meg nem baj. Párat kiszedünk a rotációból, az nekünk bőven elég. Tényleg baromi közel vagyunk most már. Még egy rerollt valószínűleg nem tudok összeszedni. Volt egy elem a boltban? Az volt, hogyha volt és kipörgetem magamnak a stopwatchot, akkor eltörik a laptop. És akkor nem lesz több videó egy darabig. Nem tudom, hogy ezt ki akarja, vagy ki nem. Én biztos nem szeretném, mert szeretem ezt csinálni. 11 cent. Lockdown, hát ez nem fog abban segíteni, hogy centet találjunk, vagy pénzt, így alapvetően. De más nem, most nem sikerül semmit csinálni, akkor legalább egy kulcsot sikerülne venni. Nincs kulcs. De van elem, csináljuk. Egyszer élünk. Én most eltoltam. Starter deckből lett starter deck. Érdekes fejlemény.
Mert a következő szint, ha nem Excel, akkor nem nagyon kéne, hogy ott legyen Arcade. Szóval lényegtelen, hogy 5 centen megyünk el vagy nullával. Oké, ez 8. Ez egész jó. Lenne még egy bombám, még be tudnék menni az item roomba is, de nem nagyon érdekel. Hogy őszinte legyek. De mit tudsz? Hop, ez jól is elsülhetett volna. Mondjuk, hogy a Cursed Roomban tolom el, és illetve a Secret Roomban tolom el, vagy itt, vagy akárhol, máshol, vagy akár itt, na mindegy. Ami történt, megtörtént. Jó pár itemmel közelebb vagyunk az állítotthoz. Ez mindenképp jó dolog, a DPS-ünk nem rossz. Most kapunk egy ingyen tinted rákot, ami semmit nem tartalmaz, de legalább két bombával beljebb vagyunk. Szerintem milyen jól jöttek volna a bombák, hiszen abból viszonylag sok helyen lehet pénzt szerezni. Secret roomok, vázák, chestek, amiket máshogy nem lehet elérni, úgyhogy bombák fontosak. És amikor pénzt donételtem egy csomót, ahhoz, hogy meglegyen a 999, akkor csináltam azt, hogy elég sokáig újra rolloltam a kört, hogy az első item valami bomba item legyen. Hot bombs, set bombs, sima bomb. Bármi, amivel tudok korán pénzt szerezni. Az előbb is erre lett volna szükség. Mostoba ez a szoba. Nem kedvelem. Na, ti missis. Az baj. De nem nagy. Oké, nézzünk be a boltban, bátor 19 centre vagyunk az állítottól. És ez most nem lett kevesebb sajnos. Dupla item, frustriról kéne 20 cent. Illetve még 17, az nagyon sok, nem tudom, hogy honnan tudnánk összeszedni. Mint mondtam, jó dolog, hogy van egy halombombánk. Jó lenne mondjuk ezt a tinted rákot a bumflyokkal felrobbantani. De mondjuk így is jó. Ingyen second secret room. Én nem szemettem piros szívsérülést. Meg felrobbantottam egy bagger-t. Elég komoly esélyünk kéne legyen egy ördögszobára. Exclusive diary az fontos lehet, illetve az hasznos lehet. Sokkal inkább hasznos, mint a lockdown. Fog tudni elég pénzt szerezni, van egy olyan nagyon borzalmas és szörnyű érzése. És nem tudom, hogy szabaduljak meg tőle, mondjuk egy jó pár centtel elég egyszerűen megoldható lenne. Mivel már nem nagyon jönnyit össze újriról, ezért ezt az 1 plusz szobát most megcsinálom, aztán gondolkozom. 11 cent az rengeteg. Ha nem pageantból kapunk a bosstól, akkor nem is nagyon lesz elsőnk, hogy ezt összeszedjük. Ha igen... Érdekes, ugye menjünk be az item roomba. 10 bomba nagyszerű. Ahogy mondtam. Bomba itemek nagyon fontosak. 4 cent. Picit kevéske. Nincs kulcsom se, úgyhogy azt sem tudom kinyitni. Ebben nincs semmi érdekes. Nézzük csak. Itt lehet secret room. Hát innen nem valószínű, hogy össze fogunk 17 centet szedni, az is biztos. Ez csak 2, az nem nagyon sok. Garra se elég, hogy a pageant boy-jal meglegyen a 15. Jó, megint tökös leszek és rollolok. Oké, ez a broken. Rendben. Még minden oké. Megint egy halom itemmel közelebb vagyunk. Valószínűleg most már nem rerollolok ezen a szinten még egyszer, hanem megpróbálom az 5 centet elvinni a következőre, ahol már lehet ugye arcade. Pollen az nekünk tökéletes. Nem talál el túl sokszor itt. Dupla ördög itemünk is lehet. Ördög itemek közül ilyen Dark Matter, Ceremonial Rose, Pentagram. Ezek biztos nem specialok és nagyon jók, úgyhogy egy csomó mindennek örülnék. Valami repülő item, vagy bármi. Effektíve. Úgyhogy... Igen, ez
kezd jól alakulni, bár azért a Fallen gyakran ad Necronomicont, vagy más egyéb haszontalan vackot, vagy Ghost Babyt, vagy ilyesmit. De még Ghost Babyvel is kiegyeznék, többé-kevésbé. Angyal és Orrok Babylon. Lazarus Rex. Van is valami. Orrok Babylon plusz Lazarus Rex, milyen hasznos itemek, tömkelege. Jó, következő szint. Ó, már lehet Greed a Voidban, sajnos. Curse of the Maze az jó. Illetve nem annyira rossz, mint akármelyik másik Curse kb. Hiszen mondjuk egy Curse of the Unknown-nal bekavarhatott volna a Bloodbank-elési kísérleteinkben. Curse of the Blind-dal a Voidban kavarhatott volna be, de elképesztő módon. Hiszen nem lehettem volna biztos benne, hogy melyik a stappacs, melyiket kell rerollolni, melyiket kéne megvenni. És valami kevés az esély, mondjuk két item van ott és tényleg nem greed. Akkor mind a kettőre összegyűjtöttem volna a pénzt. Burn Penny az egy jó dolog, főleg hogy találunk egy árkédot. Oké. Hát így minden rendben, hál' Isten Caves az egész egyszerű. Ugye ezért gyűlöli mindenki az angyalszobákat. Kapsz egy Lazarus Rex-t, ezt ki vagy segítve, legalábbis ő úgy gondolja. Biztos, hogy nem special, tehát a Gutted vagy Sacred Heart lett volna ott, amit nem tudtam volna fölvenni. Icipicit mérges lettem volna. De legalább mondjuk kaphattunk volna valami Dead Dove-ot vagy valami. Az gyanítom, hogy nem special, hiszen a Spirit of the Night se az, és az ugyanazt tudja. Egy Holy Grail-t. Holy Mantle, a Trinity Shield, azok valószínűleg azok. Nem vagyok benne biztos. Holy Mantle az kicsit biztosabb. Trinity Shield az nagyon kétes ebből a szempontból. Jó, egy kulcs, 13 bomba. Nyilván a kulcs a boltra megy először. Ó, még egy kulcs, még egy bomba, ez fontos lehet. Curse of the Maze cseszekszik, de ne vegyük komolyan. Oké, most például a charge-ot spórolhat nekünk. Igazából nem különösebben szeretnék még bosszolni, de hát muszáj, akkor muszáj. Na, nézzük. Dupla dingle, milyen jó nekünk. Vagy a Ball of Tar az egy elég jó boss. Ritkán tudnak utána jönni. Nem talál, elkaphatunk megint angyalszobát, de ez nem valószínű, hogy nem fog eltalálni. És igazából nem is ragaszkodom hozzá, hogy itt most megint kapjuk angyalszobát. A DPS-ünk nagyon szar. Tényleg elképesztő szar, de mindegy. Hát ott ment el az angyalszoba, de nem számít, csak legyünk túl már ezen a szaron szó szerint. Aha. Jó nekünk ez a Ball of Tar ide. Nagyon sokáig tart. Kelmetlenül sokáig. De mondom, az elsőleges szempont az az, hogy meglegyen, amire már nagyon régóta vágyom, és nem az, hogy megnyerjem ezt a kört, olyan sok volt mostanában. Azért azt hiszem, azzal egyet lehetne érteni, hogy a Petrungád megszerzése az változatosságot hozna a csatorna életébe, hiszen még egyszer sem volt 100 rész alatt, és hát nem sok olyan dolog van 100 rész alatt itt a hatalmas nagy Rübör sorozatomban a csatornán, ami nem történt meg egyszer sem. Mit az jó, annyira nincsen, de ez nem baj. Oké. Persze Lazarus Rex-el meg lehetne halni, nagyobb nem DPS, meg nem tudom mi. Sokat azért nem kéne, hogy eltaláljanak. Hogyha esetleg tényleg van árkéd a szinten. Egy bomba. Szinte garantáltnak kell tűnjön, hogy megszerezzük a Secret Room-ot, vagy megtaláljuk a Secret Room-ot, ami meg is van elsőre, úgyhogy igazából ennyi bomba se kellett hozzá. 3 cent az nem igazán jó. Sőt, ez kifejezetten kevés. Megint csak ott tartok, hogyha nincs arcade, nem tudom, hogy honnan az Istenből fogok pénzt szerezni. De van arcade, oké. Okay. Ó, ez jó dodgyalás volt, kicsit mázlis.
Megdögölnél már, nem érek rá. Ó. Úgy. Jó, hát ha nem robban fel az a hülye Donation Machine idő előtt, akkor ez oké kéne, hogy legyen. Milyen kihalt ez az arcade, ennél szinte csak jobb lehetne. Na mindegy. Már van elegendő pénzünk, biztosan lesz elegendő bombánk. Akár egy rerollt is vásárolhatnék, de ez tényleg az kell, hogy ne grind legyen ott. Mi sajnos nagyon valószínű. Hát 50-50. Ezt mondom, egy rerollunk biztos, hogyha nem grid van ott, és hogyha esetleg még egy elemet is tudunk venni. És dupla itemes bolt lenne. Atya ég. Bele sem merek gondolni. Nem sok HP-nk van, de nem érdekel, hogy nyereke vagy nem, ezt már mondtam többször. Következő szín már lehet Necropolis is, ott biztos meghalunk ennyi DPS-sel, tehát ez kétség ne férjen hozzá. Úgyhogy ezen a szinten kéne megtörténni a nagy csodának, és hogyha megveszik a Star Parchot, akkor nyertünk. Ennyi előnye van még. Hiszen a Star Parchot nem nagyon lehet veszíteni. Ó, neki még van egy itemum, hát oda nem tudok bemenni. A bolt fontosabb, mondom. Oké, ne legyen grid, ne legyen grid. Nincs grid, dupla item. Reroll. Reroll megint. Fú, de utállak. Hát. Oké. Oké, akkor a következő szinten. Ezt most már tényleg nem hiszem el. Nem tudok menni Curse Roomba, viszont talán 5 centet össze tudok szedni még az arcade-ból. És... azzal be tudok venni egy kulcsot, és azzal meg be tudok menni az itemről, csak hogy ne halljak meg olyan hamar. Necropolis-on. Kicsit fáradtnak tűnök? Ez teljes mértékben igaz. Baromi fáradt vagyok, mert baromi fárasztó ez az egész. És nem kevésbé frusztráló. Ezzel legalább be tudok menni a Curse Roomba, és talán nem halok meg a következő szinten egyszerre, úgyhogy ez végülis nem lett olyan nagyon rosszul. Oké, ez jó Curse Room volt, hogyha objektíven nézem. Secretumot megtaláltam már, a Super Secretumot még meg kéne keresni, sőt igazából minden egyes gombát föl kell robbantanom. Húzzát, nagyszerű. Ez jobb nekünk. Ez tök üres. És a Donation Machine meg tök fölösleges felrobbantani, mert az is tök üres. Nem lett meg az 5 cent, kimarad az Item Room. Shit happens. Hát 13 bombából egyet talán meg tudom nézni, mi ez a kártya. Oké, ez nem rossz. De lehet, hogy elviszem a következő szintre, ahol ugye elvileg nem lehet arcade. Az 5 cent megvan, Item Roomba be tudunk menni. Úgyhogy, mivel tényleg nem lehet arcade a következő szinten, ezért megnézem az Item Roomot. Troll Engine a Curse of the Maze-ével nagyon erősködött, hogy bejöjjek ide, és... nem látom értelmét, mert ez egy határszar. Oké, Temperance Burnt Penny. Néhány item kilőve a rotációból, van 9 voltunk, amivel elméletileg gyorsabban kéne rerollokat szereznünk, amivel el... te baszakodol velem, ugye? Muszáj volt Curse of the Blind betolnod nekem? Kibaszott normál? Miért normál azok? Azért, hogy cseszeges a kibaszott curse-eiddel? Még itt is. Fogok eleget hardozni, hidd el. Nem tudnál egy kicsit... na, mindegy. Persze, hogy még a Temperance-om is el legyen basztva, még jó, hogy a Temperance kártyát adta ide. Mégis még elvette a bombáimat is, kezdek megőrülni. Elnézést, ezért az elképesztő rage halomért, de tényleg kezdek megőrülni. Nagyon tempted, hogy újra kezdjem ezt az egészet. Ha boltban grid lesz, akkor újra kezdem, nem érdekes. Az előző körben eddigre már rég megkaptuk azt a patchot, még ha nem is volt rá pénzünk.
aki attól nincs kedve nekropolizos ellenfelekkel küzdeni másfél életerővel 0 DPS-sel, amikor nem is az a célom, hogy nyerjek megint, ahogy már mondtam. Kösz. Ide adja a legszarabb Guppy itemet, a legrosszabb pirulát, és a legrosszabb curse-t. Milyen jó fej néha. Persze, hogy most már nincs bombám, ezt sem tudom kinyitni, mert még lehet, hogy pénz lenne benne. Kösz! Most meg elbasztam a Temperance kártyámat, na jó? Köszi. Nekem ebből elég volt. Azért mindennek van egy határa. Akkor előről. Megpróbálok nem nagyon rage-elni és meghalni az első szinten, mert az elég illúzió romboló lenne. De bejött az első igazán pehes ranom, nagyon hosszú idő óta. Úgyhogy aki eddig azért rage-elt, mert hogy lehet nekem ekkora makkoma utóbbi részekben, az most egy kicsit nyugodtan önelégült lehet, hogy ez sem tart örökké. Oké. Semmi probléma. Még minden oké. Kicsit mérges vagyok, kicsit feldúlt vagyok. Egyre inkább, mert ez csak 4 cent, és nekünk 5 kéne. A következő szinten legyen Arcade. Kicsit unom az első szintes bosszokat, de ezen is túl tudom magam tenni. Még nem megy olyan régóta ez a rész szerintem, csak nekem tűnik nagyon monotonnak és repetitívnek. Valószínűleg azért, mert ugyanazt a néhány szintet csinálom újra, és újra, és újra, és még ki tudja meddig. De én most már akkor is megcsinálom, rohadjak meg. Ennek kell lennie annak a napnak, most már nem lehet tovább várni. Hiszen ez a 100. rész. És bár most nagyon úgy érzem, hogy ez... hogy nem vagyok jó helyen. Nagyon úgy érzem, hogy ez... nem nagyon kéne többet ice-ekeznem. Ennek ellenére imádom ezt a játékot, nem kell tudom felvenni a centet, mindegy. Bugszom ugye jó fogás. 48 óra energy, nagyon jó fogás, főleg, hogy tudom, hogy van a rotációban, hierofánt meg egy még jobb fogás. Kb. Ez volt a legjobb box, amit valaha kaptam. Úgyhogy ennek mindenképpen örülök. Oké. Okay. Reroll. Reroll. 3 item minusz. Black Candle persze jó lett volna, de egyrészt pénzem sem volt rá, másrészt nem is akarom megvenni. Au. Persze jó pár szól láttunk a következő szintre, úgyhogy még lehet, hogy ördögöt is látunk ma. Bár jó pár szó volt már, csak nem nagyon vettem meg tőle soha semmit. Leszámítva egyszer anyakését, ugye instant meghaltam 3 szobával később, meg ilyenek, de mindegy. Ez értéktelen, amik ezeket szétlövöm. Kár, hogy csak egy itemes bolt volt, ennyi lehet a különbség. Most már 6 itemet láthattunk volna. Kb. 2 szinten belül meg lett volna az, amire vágyom. De egy... ja, pár szor rámegyek. Kéne az a... 5 cent. Szikrocsú. Ez megint csak 4. De akkor is egy halom kulcsot kaptunk. Létszi egy penit. Létszi egy penit. Is szokás ezt mondani. Szar ügy. Burn penny amúgy jobb volt nekünk, mint a flat penny. Még akkor is, hogyha az a... rohadt... Bamzar key pirula úgy elcseszte, mint annak a rendje. Ennyi lesz az első szint, nem lesz a következő szinten arcade, de lesz még egy roll. Nem lesz top watch. Kizárt dolog, ugye? Nem lehet. Oké. Okay. 4 item minusz, hogyha minden igaz. 2 gyertya, a Magic Fingers plusz a Jar. És egyik sem volt egyébként a kék gyertya, ami a másik ominózus item volt. Amit ha mindenképp meg kellett szereznem. Curse of the Maze megint nem nagyon bosszantó. Curse of the Blind a teljes katasztrófa. És ezért csinálom az egészet normálon, mert azt, hogy az itemet hol veszed fel, az teljesen mindegy a Secret szempontjából. Úgyhogy
nem szeretnék körszökkel vesződni, hiszen az előző kört is azt cseszték tönkre. Illetve azt cseszte tönkre. Ez az egy. DPS-ünk borzalmas és elfogadhatatlan határát súrolja, de igazából nem is számítottam más a DPS upgrade nélkül. Még ha hangtot kapunk, az elég nagy baj. Úgyhogy gyerünk. Utána a randomot. Oké, ez legalább bejött. Ugye hát ez random, hogy mikor és hova dob fókot, úgyhogy igazából dodgeolni sem olyan nagyon egyszerű. Mert hát nem tudod, hogy mikor és hova számíts ellenfélre. És így azért elég nehéz kikerülni néha. Ezeket meg a vázák közelébe kéne fölrobbantanom, csak nem mindig sikerül. Tényleg? 0 cent? Megint kezded? Egyszerűen troll engine, csak egy jó kört kapjak most már. Mármint olyat, ami nekünk jó és a céljainknak jó, és nem úgy, hogy OP, meg mit tudom én. Olyan volt a 99. is, csak aztán szart se ért. Na, köszönöm a semmit. Ilyeti nem tartozik a kedvenc itemeink közé, nem tudok vele célozni egyszerűen. És egy olyan item, ami ellehetetleníti a játékomat, az... azt hiszem indokoltam van azon a listán, hogy ez bizony a fizetnek sem veszem föl. Két bomba az hasznos. Leszírolunk a boltra. Oké, mínusz két item. Még egy rerollunk nem lesz, de most már lassan itt lenne az ideje annak a rohadéknak. Au. Percekkel ezelőtt befejezt. Mit percekkel? Fél órával ezelőtt befejezettem volna. Rohadt 6 cent hiányzott, és nem bírom túltenni magam rajta. Jó, van már. Isu is lesz ördög, teljesen mindegy. Ne legyen Krampus, mert ez csak időhúzás és semmi kedvem hozzá. Placenta szar. Happy Servo szar, de mindegy, elviszem. Azért olyan szint is elég ritka, ahol három fos szar itemet kap az ember. De hát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nap. Még jó, hogy nem veszem túlzottan komolyan azt a részét, hogy basszus, nyerünk-e vagy mi lesz. Oké. Okay. Két kulcs az? Oké, okay, rendben van, csak pénzért sokkal többre mentünk volna a Flatpennyvel. Nem kell a guillotin, mondom. Mi a szart nem értesz? Igazából Placentát fölvettem, mert úgysem megyek Boomig. Mivel ott már nincs bolt, ezért nincs értelme. Oké, okay, az utolsó olyan szint, ahol garantáltan nincs grill a boltban. Itt most el kell jönnie most már ennek az időnek. Kezdek iszonyatosan frusztrált lenni. És iszonyatosan mérges lenni. És ezt a tűzet nem csökkenteti már csak egy darab item. DPS-ünk elfogadhatatlan. Ez képzeljen értékelhetetlen az alap DPS. Azt, hogy két szint alatt nulla, de hát most oké, okay, mindenki mondhatja, miért nem rerolloltál inkább item roomot, miért panaszkodsz a DPS-ed miatt, hogy te tehetsz róla. Ez nem igaz, nem feltétlenül igaz, hiszen más karakterrel, amivel nincs D6, azzal mit csináltam volna, ugyanezt. Hát most akármelyik más karakter lennék, ugyanúgy alap DPS-em lenne, és ugyanúgy azt mondanám, hogy ez elfogadhatatlan. Még jó, hogy ezt a kört nem érdekel, hogy mi lesz a vége. Ha. Jó, üres szoba, megérte erre jönnöm, de van mi plusz egy reroll? Jó eséllyel, nem mondom, hogy garantáltan ezek után már semmit nem merek garantálni, se magamnak, se nektek. De jó eséllyel meg lesz a 15 cent. Akár lehetne egy dupla itemes bolt, nem feltétlenül valószínű. Rapiszterból ide egész jó. Szóval nem feltétlenül valószínű, csak azért van rá is 48-szor energia. Uram, teremtőm. Aki fenn vagy a magasságosban. Ez vagy négy reroll. Adjál dupla itemes boltot. Legyél oly kedves. Így van. Ez az. Feltétlenül.
az a Broken Watch, annak a kevésbé törött formája kéne. Nincs elég pénzem. 6 cent. Nem, mint olyan ismerős lenne ez a 6 cent. Remélem, hogy csak... Remélem, hogy semmit nem jelent. Csak valami hülye déjà vu. Ilyen nincs. Oké, okay, elcseszek pár iról, de ez nem számít. Van benne egy elem máshol is, van nálam egy 48 óra energiapirula. 6 cent, létszik. Oké. Okay. Oké. Okay. Több mint a semmi, feltétlenül. Egy nickelt. Nickelt és már itt sem vagyok. Ne csináld ezt velem. Jó, nem érdekel. Adj egy nickelt. Vagy adj egy pageant boy, boss. Nagy pestilence legyen. Nagy vérzést kapok. Nagyon kellemetlen déjà vu lenne abból már. Gördi J. Kár, hogy a dobozt már megkaptuk. Ó, bejött a red patch. Valószínűleg. Jó lesz már, nem érdekel, hogy hány szót találsz el. Ennek a körnek hamarosan vége, vagy így, vagy úgy. Nem lesz, baby. Vacak. Range up. Vacak. Ennyi volt. Aha. Kezdődik a mizéria. Rirolloljak el, vagy ne? Ha rirollok, akkor mit csináljak, ha nem lesz elég pénzem? Vágjam fel az ereimet, vagy ne? Nem túl fényes kilátások. Kamikázi, nem tudom, hogy miért segíteni az ügyünket. Ó. Fú. Kockáztatni kell, megint. Ez mi? Nem vagyok mágus. Sajnos nem kell, mert varázsolnék magamnak 5 centet. Most kirolója, de hogyha nem csökkentem az item poolját a boltnak, akkor meg esélytelen, hogy megkapom időben. Oké, okay, eddig jó. Még egyet, még egy utolsót. Broken Watch, ugye? Az broken, oké. Okay. Még egy utolsót, gyerünk! Sharp Plug jó lenne, de nem feltétlen muszáj, főleg miután most már 6 itemet kilőttünk a rotációból. Oké. Okay. Következő szinten lehet Arcade. Lehet Grid is a boltban persze. Ha meg lenne az 5 cent, illetve 10, plusz egy reroll még ugye az elem miatt, akkor valószínűleg itt lenne, ami betudunk át csak. Semmi. Nincs bombám, hogy Super Secret után kutassa, akkor megpróbálja Temperance kártyát szerezni, mondjuk egy Fortune Teller-vel. Semmi nem áll a rendelkezésem, semmilyen forrás. Csak egy halom kulcs, de az önmagában semmit nem csinál. Nincs Curse of the Blind, ezért ennek örülök. Ha nincs Grid a boltban, hát... Annak még inkább örülök. Amúgy nagy hülyeség volt, hogy a 48-szer energiát toltam, és nem a rendes elemet. 48-szer energiát le kellett volna idehoznom. Nagyobb lehetőség miatt, de... Nagyon kevés item maradt szerintem legalábbis az item poolban. Az biztos, hogy a Blue Candle még benne van. Köszönöm Gapi farka. Gapi farka? Gapi szörcsomója. Hogy itt szétvered nekem a csontokat, mielőtt megsebesítenének. A kulcsunk a flat... vagy a flat pay-ek így van, annak köszönhetően van elég. Ezáltal legalább item roomokat nem kell kihagynom. Még ha nem is kifejezetten jó, de ez dobhat pénzt. Úgyhogy ennek kifejezetten ülök, mert majd visszajövök tüzeket is sírni, hogyha arra lesz szükség. Ez egy abszolút vesztes kör. Szinte alap DPS-sel. Katagomba 2-n, tehát... tipikusan az a helyzet, amikor egy nagyon OP item segíthetne, és most tudjátok, hogy melyik nagyon OP itemre gondolok. 4 cent. 2, oké. Okay. Ezen a szinten ismételten nem garantáltam, de valószínűsíthetően meg lesz a 15 cent.
Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lesz grid a boltban, feltétlenül, és akkor aztán kitörhetjük a sejünket mind a 15 centtel. Hát a következő szinten kicsit körülményes lesz eljutni a boltig. Hogyha ez a DPS így folytatódik. Picit lettem volna mérgesen, mondjuk a telepízit most bedob az IMR roomba. 14 centnél járunk közben. Tipla kulcsos szobába vettünk menni, és ez boldogság, mert ott egy halom aranyláda lehet, ami egy csomó pénzt jelenthet, esetlegesen rerollt. Ugye a battery. Nem is kell az 1 cent még. Ez jó. Oké. Okay. Lögdössük őket egy helyre össze, és rakjuk le egy bombát közéjük. Hát, ha van arcade, akkor... rengeteg pénzünk van. Ez baj, de nem nagyon... Oh. Kérlek, Greed. Most az egyszer. Még ne legyél ott a boltban. Olyan szép napunk van, menj ki, fuss egyet, biciklizzél, menj egy csajozni. Tudom, hogy nem vagy egy szépség, de biztos találsz te is magadnak való párt, ahogy szinte mindenki. Még ha úgy is érzi, hogy ez esélytelen, előbb-utóbb szerencséd lesz. Hogyha begubbasztasz egy boltban, ahol ráadásul nincs senki más, csak én tévedhetek oda, akkor az életben nem lesz csajod. Úgyhogy gyerünk. Hagyj nekem vásárolni inkább valamit. Rád valahol máshol van szükség, érzem. Nem tudom egyébként merre lehet a bolt, vagy milyen messze van még. Nyilván a boss felé van, hiszen egy irány van még, és csak a boss és a bolt nincs már meg. Hát lehetségesen egy arcade, bár ez nem garantál. Nem vagyok mágus, kérdezted már. Itt a bolt, jó. A mindent eldöntő, döntő bolt. Ha ez egy itemes bolt, még az is jó. Ha két itemes, akkor maga a mennyország. Megint aktiválódott a red patch, hál' az Istennek, mert már kezdtem frusztrált lenni, hogy ennyire nem akar semmi meghalni. Au. Dupla itemes bolt grid nélkül. Huh. Oké. Okay. Wow. 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 Srácok. Elértünk az út végére. Nagyon sokáig tartott. Ó, a zene. Nagyon sokáig tartott. Nagyon fárasztó volt időnként. Nagyon frusztráló volt időnként. Időnként egészen elképesztő dolgokat produkált a játék. Időnként nagyon ki tudott akasztani, ahogy ma nagyon hosszú ideig. Időnként viszont egészen elképesztően emlékezetes pillanatokat okozott, úgyhogy mindenki játssza ezt a játékot, aki megteheti. Binding of Isaac Rebirth. Nyári leárazás alatt most, nem tudom, hogy mire föl kell ez a videó, addigra lesz-e még. Látjátok amúgy, hogy mennyire OP a stopwatch. Raktak semmit nem csinálnak az ellenfelek. Mindegy. Szóval nyári leárazás alatt 50%-os leárazással 7 euróért meg lehetett venni. 7 euró, 7 és fél. Hát az egy jó pizza. Ára. Egy közepesen jó, vagy kicsit jobb helyen. Ennyit bőven megér. Olyan elképesztő érzelmi hullámvasutokat okozott néha. Csak ma akár, de 100 rész alatt, hogyha összeadnám, hogy mennyiszer voltam dühös, mennyiszer voltam frusztrált, mennyiszer voltam igazán boldog, mennyiszer voltam meglepődve. Ez valami olyan elképesztő szám jön neki, hogy nem tudom, hogy bármelyik másik játék képes volt-e produkálni velem. De az biztos, hogy ez most egy baromi szentimentális pillanat számomra, hiszen azért, hogyha az ember nagyon küzd valamiért, és az a valami végül is összejön és sikerül, és megoldódik, és bármi foganatja lesz annak, hogy ő dolgozott, ő küzdött, és ő tett valamiért, akkor azért hajlamos egy kicsit átcsapni az ember szentimentális, mert nem biztos, hogy mindenki. Én alapvetően ilyen vagyok, és meg kell mondjam, hogy sokkal inkább emlékezni fogok a Rebirth-ös pályafutáson és a Rebirth-ös Platinum Guard megszerzésre, mint a simáéra.
annyival sokkal intenzívebb volt ez az élmény, mint a rendes ISAC, hogy páratlan. És tényleg sokan kérdezitek, hogy hát lesz-e még rendes ISAC, meg valami, meg mi lesz most? Változik a csatornán valami? Lesznek-e custom challenge-ek? Ez rengeteget érdeklődtetek, és... Hát mikor máskor vitatnánk meg, amikor ennyire le van lassulva az idő? Mindenhol le van lassítva. Ez a stopwatch egy külön életérzés. Ó, még a maszkok immunisak, úgy látom. Maszkok még itt is kellemetlen ellenfele. Nekünk a DPS-ünk pedig szar. De ez mondjuk nem meglepő. Szóval mikor máskor vitatnánk meg ezt, hogyha nem most? És úgy gondolom, hogyha erre nagy igény van, és úgy lát... Ups, ezt nem kellett volna. Csak odaugrált alám a Eternalátok, most mit csináltam volna vele. Szóval úgy gondolom, hogyha erre van igény, ezt szeretnétek látni. Ebben közvetlenebbnek érzitek a csatornát, hiszen ti is szerepet vállaltok az alakulásában a bizonyos custom change-ekkel, akkor nem látom akadályát. Nem tudom, hogy kell itemet adni, vagy ilyesmi. Biztos vagyok benne, hogy már megoldották, úgyhogy ez nem kéne, hogy problémát jelentsen. Úgyhogy lesznek custom challenge-ek. Nagyon soká még azért, illetve nem nagyon soká, de azért mi picit odév. Szeretném kiélvezni azt a szabadságot, amit most nyújt az, hogy végigvittem a játékot, és nem kell kb. Semmire odafigyelnem. Szeretnék elindítani egy streaket, például megnézni, mennyi win streaket tudok egymás után, nem csak ISAC-kel és hard módon. Nyilván egy halál után nem fog feladni, úgyhogy ez el fog tartani egy darabig. Szeretnék egy-két tanulósabb kört is csinálni. De semmiképpen sem látom akadályát annak, hogy végül is általatok javasolt és leírt custom change-eket próbáljak teljesíteni. Ami nyilván nem fog mindig sikerülni, de azért majd megteszem a tőlem telhető maximumot. Hogyha egyszer már erre adom a fejem. Úgyhogy ez várható. Ebből a szempontból igen, változni fog a csatorna egy picit. Nyilván Rebirth nem fog eltűnni, sőt, most kezdem el majd igazán élvezni szerintem. És hát... hogy gyakoribbak epizódok lesznek-e, tehát lesz egy nap, ennél több. Ami azért korábban előfordult, ezt nem tudom mindig megígérni, sőt azt sem tudom megígérni, hogy ezt a napi ISAC... napi egy ISAC, vagy akár egynél több ISAC ütemet tudom tartani. Mondjuk azt, hogy felvettem a stopwatchot, és kicsit lelassult az idő, és az egy nap az nálam nem mindig egy nap. Így akár két napba is beletelhet, mire felkerül egy új ISAC rész, vagy három. De nem fog nyilván eltűnni, sőt, most kap csak igazán szerepet. Úgyhogy remélem, hogy velem tartotok azért a továbbiakban is. Az effektív végjátszás befejeződött. A játéknak, innentől kezdve. Hát azért nem mondom, hogy újat nem fogunk látni. Hiszen hát ez a Binding of Isaac itt mindig van új, mindig meg tud lepni a játék, mindig. Mindig van olyan kombináció, amit még nem próbáltál ki, köszönhetően a több száz itemnek. És hát ne feledjük, hogy hamarosan jön az Afterbirth. A első DLC a Rebirth-nek, valószínűleg egyébként pénzért, de ez most mellékes. Több mint 100 új item, 8 új transformáció, teljesen új főboss, új szint. Rengeteg contentet tartogat még a játék. Jó, majdnem elbuktam az Eternalt a stopwatch, csak kellemetlenül éreztem volna magam. Amikor ezt elképesztő kicsi DPS-em számlájára lehetne írni. Szóval... lesz itt még bőven újdonság. Még akkor is mondom, rengeteg új dolog lenne, hogyha egyáltalán nem jönne ki DLC a játékhoz. Ezek után, de ugye mint tudjuk, nem ez a helyzet, mert már rég bejelentették az Afterbirth-t, és... ez egyébként Champion, elképesztő sok HP-ja van, mert picit nagyobbnak is tűnik, mint a társai, így van. Egy Champion volt.
Oké. Picit lassan megy, mert nincs DPS-en, ezért elnézést kérek, de hát a Stop Patch önmagában az egyik legjelentősebb játéknyerő item. Tehát aki egyedül meg tudja nyerni a játékot, ilyen Epic Fetus szintje legalább. Úgyhogy ez egy win lesz, szinte biztos. Csak lehet, hogy el fog tartani egy darabig. De innentől kezdve nem sietünk sehová, hiszen az idő megállt, nem igaz? Amint sikerülne egy picit gyilkolnom, azért én is örülnék. Nem terveztem itt ebben a szobában elérni a nyugdíj korhatárt, ami ugye egyre magasabb, úgyhogy egyre több időt jelentene. Úgyhogy lassan menjünk innen. Már csak egy fej van valahol. Egész pontosan itt. Itt van a hátra, ha nem muszáj, nem akarom elbukni. Oké. Majdnem sikerült. Azért kevés item mondatja el magáról, hogy szinte nulla DPS-sel. Annyit jelent pluszban, annyit ad pluszban, hogy nem tudom, egyszerűen elveszítem az Eternal Heart-ot egy Necropolis-on, ami a legnehezebb szint. Egyszerűen ennyire sokat jelent a Stopwatch. Nem fogom valószínűleg túl sokszor használni, már csak azért sem, mert... Ups! Belerohanok az ellenfél könnyébe, nem egy okos dolog. Szóval... Azért sem fogom valószínűleg sokszor használni, mert hát így... És mi értelme a körnek? Effektíve megnyertem 15 centből. Fölösleges lejátszani a hátralévő részt. Tehát nem is ez a lényeg. Nem ez volt ma a lényeg. A lényeg az... Az a kis feliratocska volt, amit nemrég láthattatok a képernyőtökön. Most, hogy ezen túl vagyunk azért... Picit nyugodtabban tudom folytatni. Tektére megfogás. Szó se róla. Van dupla rirollom, és most már tudok azt rirollolni, amit éppen csak akarok. Vagy éppen csak nem szégyellek. Úgyhogy keressük meg azt a nyomorult item roomot, csak ez a rohadt Curse of the Lost. Össze-vissza rohangálok, mint a mérgezett egér a terrárium alján. Nem is nézek ki jobban egyébként. Itt volt az itemom, és én elvittem a Sagittarius-t. Miért vagyok ilyen buta? Kit érdekel, nem? Azért most, ami picit próbáltam összeszedni a gondolataimat, és... Szóval picit próbáltam összeszedni a gondolataimat, és kerek egész szép formálni, ezért talán nem tudtam annyira odafigyelni a játékra. Ez lehet az oka annak, hogy picit meg vagyok zavarodva. Most már valószínűleg meg fogom találni a boss-t. Most már küzdenék griddel is. Nincs grid, úgyhogy vigyük el a starter deck-et. Megtaláltam azt is, hogy lehet váltogatni elvileg. A kontrollal. És ezt nyomkodtam a legutóbb is, csak a probléma az volt, hogy... Köszi. Szóval a probléma az volt, hogy... Kicsit elkistem a Top Diamond-zal. Hogy ugye két számkártya volt nálam. Ja, viszonyatok a rerollért. Szóval két számkártya volt nálam, és nem vettem észre, hogy váltogatom a kártyákat, hiszen ugyanarról váltott, ugyanarra. Feltűnésmentesen. Most már ezt is tudom. És valószínűleg meg is jegyeztem. Innentől kezdve. Egészen addig, amíg tart ez a sorozat, ami hát kb. A csatorna végét jelenteni, hogyha ez abban maradna. Nem csak azért, mert a nézőim többsége csak erre kíváncsi. A nézettségi adatokat figyelembe véve természetesen, plusz a merő és nyers számokat. Hanem alapvetően azért, mert... Alapvetően nekem is ez volt a... Hát az motiváció. Nem ez a játék konkrétan, hanem az előtt, de... De ez volt a motiváció arra, hogy elkezdjek YouTube-ozni. Mire mennék a motivációm alapja, nélkül, alapja és tárgya nélkül. Úgyhogy teljesen sansztalan, hogy a Rebirth abba maradjon. Mint aktív videósorozat az én csatornámon. Persze azért biztos észrevettétek, hogy mostában kicsit gyakoribb az Isaac és ritkább a többi. Ez lehet, hogy változni fog. Nem ígérem meg, de... De valószínűleg... Valószínűleg megint egyenlő arányban lesz Isaac és egyenlő arányban minden más, szóval az Isaac még így is a legnagyobb arányban lesz jelen az összes játékot figyelembe véve, hiszen ugyanakkor arányban lesz jelen, mint az összes többi együtt véve. Oké, mehetünk tovább. Nem vettem fel a félszíved, de Stopwatch-sal
körülbelül mindegy, hogy mit csinálsz. Teljesen esélytelen mindenki. Úgyhogy, amit nagyon szerettem volna, bár nem egy kör alatt, de azért a 100. epizód alatt sikerült a... vagy 100 epizód alatt sikerült összehozni a Platinum Guardot, hiszen nem ebben a részben hoztam össze, csak a vége volt. Ez egy sokkal hosszabb folyamat volt ennél. Egészen a legelső résztől. Meg kell, hogy mondjam, hogy azért... bár nem szoktam visszanézni a saját videóimat, szinte soha, kivétel, amit például, hogyha valami szerkesztésre szorul. De... meg hogyha szólnak, hogy halk, vagy ilyesmi, akkor én is belenézek, konstatálom, elnézést kérek, és megpróbálom legközelebbjobban csinálni. De... és ez így visszanézve egy-két korábbi videót, főleg ebből a sorozatból, azért jöttünk egy darabon. Jöttünk egy darabon, és... tényleg a legelső, tehát... kb. A legelső játékindításomat láthattátok az első részben, és azóta, ha nem is minden kör, de minden fontosabb mérföldkövet azért megmutattam, aminek volt jelentősége. És így jutottunk el idáig. Na végre Grid van a boltban. A legvégén ez nem probléma, persze. Tappacsa meg rá, még ha lőne se lenne gond, meg amúgy sem volt kedve most lőni. Lehet, hogy elment csajozni, de most már vissza is jött, mert nem talált senkit. Az ő dolga. Nem firtatjuk. Miért ne vinném el? Egész jó ez. Nem olyan fú, de milyen jó, de... szódával elment. Jó, hát ez... ez a játék könnyű, hogyha az embernek stopwatch-a van. De a sorozatos győzelmi szériát, amivel ezt a részt előzte meg, azért ne vegyétek készpénznek abból a szempontból, hogy ez a játék mennyire egyszerű. Egyáltalán nem az. Eltart egy darabig, míg elsajátítja az ember. Hogyha esetleg ez lenne az első videó, amit nézel róla. Ami előfordulhat, nem tartom különösebben valószínűleg, de azért lehet, hogy valaki most keresett rá, hogy mi a fenéről népszerű ez a játék. Hiszen például a Steamen is rengeteg értékelés érkezik róla. Több mint sok triplás játékról. Teljes joggal. Jó, a lábat nem lassítja. Jó, anyát alapvetően nem lassítja. Ajaj. Nem OP, ezt a pacs. Szart nem. De a könnyeket már igen, úgyhogy. El leszek reggelig. Oké. Okay. DPS-ünk szar persze, nem nagyon sokat sikerült most növelni. Meg hát nyilván bosszrásra is totál esélytelnek voltunk. Hamarosan meghal a boss, ígérem, de hát mivel az idő lelassult, ezért valahogy lassítva éljük át az egész fightot, mindent. Mintha lassítva halna meg. DPS-ünk miatt, vagyis hát igazából annak a hiánya miatt. Nos, ha nem fog sokáig tartani. Jó eséllyel kaphatunk itt egy ördögszobát. És onnan valami DPS infú azért. Már csak azért is jó lenne, már így is nyernénk, csak azért ugye egy kicsit gyorsabban működne a dolog. Jó van, ne üvölts már. Itt vagyok, ahol eddig is voltam. Kérlek. Köszi. Megint ennyit várt most soké, nem. Azt akartam mondani, megint ennyit várt magára, akkor inkább elindulok, de... úgy tűnik, hogy lassan észbe kap, hogy neki meg kell halnia, mert az életben nem fog így elkapni. Csak tapicskol össze-vissza mind a négy ujjával. Gyerünk! Ahó! Köszi! Itt az ördög, hál' Istennek! Jó lesz ez nekünk. Tudunk repülni, az egész jó dolog. Instinti drag, de lényegtelen. Oké. Sajnos nem látok semmit. Átpörgettem minden térképet, compass, meg minden. És hát mindot sem sikerült szeretni, meg ilyen extrém jó itemeket. Igazából stopwatch csak kb. Csak ezt, amit meg szeretné szerezni. Nagyon alap DPS bármikor sikerült összerakni vele. Akkor a DPS-en valami katakomba 2-re is kevés lenne, vagy oda talán éppen elég. Mégis itt vagyok Woomon, és minden nehézség nélkül gyilkolok mindenkit. Legalábbis eddig. Ami az a Woom egyébként jutero.
Szóval igazából a stopwatch-sal, amire szükséged van, az a térkép. Tehát, hogy legyen mapped, vagy blue mapped, és vagy blue mapped, és vagy compressed, vagy mindod, és akkor megvan oldva minden. Más nem is kell vele. Nem azért, mert a nélkül nem tudná boldogulni, hanem azért, mert úgy nem tart sokáig. Na, nekem jobbak a kártyák, úgy gondolom. Természetesen rossz irányba indultam el, de ezt természetesen senkit nem vett meg, aki nem új a csatornán. Már látott egy-két Isaac videót tőlem. És két mum van rá nálunk, ugye? Ezt véget el is használom. Mert talán visszamegyek a másikért. Kár, hogy amúgy a Lord of the Pit-et kaptuk meg. Két gapi itemnek jobban örültem volna. Az is repülés, csak sokkal több DPS. Aminek azért a hiányán vagyunk. És még elég messze a vége. Lehet, hogy a ládában kerviznek minket. Lehet, hogy nem is kell. Oh-oh. Oké. Okay. Gapi? Semmi. Nem. Értéktelen, two of spades. Szinte értéktelen. Nincs sok HP-ing, nincs sok damage-ünk. De van egy stopwatch-unk. Oké. Okay. Nem erre van a boss persze. Meglepődtem volna. Halljatok meg, létszik. Menni akarok nézni a secret táblámat. Steamen. És zokogni. Hogy ennek is vége. És ez baromi klisésen és szentimentálisan hangzott, és tényleg az volt. Természetesen, ahogy az előbb már utaltam rá, nem hogy vége van, hanem csak most kezdődik. Azzal, hogy meglett a real platinumgád, még nincs világvége, ez csak az eleje egy sokkal izgalmasabb sorozatnak. Már csak azért is, mert mondom, sokan hiányoltátok már a többi karaktert Isaacen kívül, mert nem kerültek sorra. Innentől kezdve ők is ugyanúgy várhatók, mint Isaac. Illetve hát Isaac lesz a leggyakoribb. Szisztémát már elmondtam, de aki nem hallotta, akkor volna, vagy kimaradt neki az a videó, amit egyrészt megértek, másrészt fuhú, hogy képzeli. Akkor a további program úgy fog kinézni, egészen addig, amíg bele nem kezdek majd a custom challenge-ekbe, hogy egy Isaac, egy random, egy Isaac, egy Eden, egy Isaac, egy random, egy Isaac, egy Eden. Szóval minden második kör Isaac, és a maradék pedig az összes többi. Eden lesz természetesen a leggyakoribb a maradékok közül. Nope. Vicces lenne, meg minden, meg valószínűleg stopwatch-ja még azzal is megnyernénk, de inkább valami közvetlen damage upgrade-et szeretnék kapni, ami nem nehezebbé, hanem könnyebbé teszi a kört. Ez nem lenne olyan nagyon rossz, elég nagy DPS, csak nem akarok a kockáról lemondani miatta. A kockának nagy szerepe lesz a chestben, ahová szinte biztosan bejutunk. És lehet, hogy ez lesz az a nap, amikor a legkisebb DPS-sel sikerül megölnöm Isaac-et életemben. Csak hogy valami extrát is mutassak a effektív Platinum God elérésén kívül. Ami azért már önmagában elég extra kéne, hogy legyen, de tudjuk, hogy a mai fiataloknak azért a inger küszöbe egyre magasabb, lehet, hogy ez már nem is volt elég. Vérkelés, szex és erőszak. Remélem azért több közületek nem mindenki ilyen. Vagy hát engem a kivételek néznek és hallgatnak. Ez lenne csak az igazán szép világ, és egy kicsit naivitásnak is érzem. Hamarosan meg fog halni. Igazából kb. Meg sem mozdultam, csak oda-vissza lépkedek egy helyen. Synthoil, némi damage. Van ördög, ennek is örülök. Ooooooo, add ide a lámpokkort, léci. Lehet még az is lehet, hogy elviszem a Krampus fejét, bár a fene tudja, nem biztos, hogy jó ötlet lenne. Az biztos, hogy a lámpokkolla jobban járnak, hiszen nincs hűollom bármilyen ostobaság. Lámpokkolla, léci. Ja,
fene essen belét. Szerencsém van. Itt marad az ördög. Egyelőre még itt van. De közben kipucoltam a szintet. Hát jó. El is tűnt már közben, szóval igazából teljesen mindegy. Ez volt az utolsó ördögszoba. Ó, egy egyes légy... Nem, inkább nem rerollolnám. Jó nekem ez a stoppas. Legalább egy kört menjek vele végig, hogyha legközelebb már úgyis ott hagyom. Ez jobb trinket nekünk, meg is fét. Nem nagyon hasznos most már. Tekintettel, hogy ezen kívül két szint van hátra. A katedrális és a láda. Szintfoil azért segített. Legalább ne legyen olyan vészesen lassú ez a... ez a hátralévő része a dolognak. Konyit a stopwatch azt is jelenteni, hogy lelassul az idő a valóságban is, és rohadt hosszú körökre lehet számítani. Nyilván nem igaz, csak hát annyit kellett érte küzdeni, hogy minden egyéb lehetőséget mellőznöm kellett a damage-em növelésére. Ó, de imádom ezt a szobát. És stopwatch-sal sem kifejezetten egyszerű. Ott innen már nem kéne, hogy gondot okozzon. Minden megvan, aztán pláne. Nope. Nincs egy szívem. Adhat lardot. Lehet még fel is venném, lehet rerollolnám, mert nem úgyse kell már nagyon HP. Vegyük föl. Te gyorsabbak lettünk volna tőle. Ez csinálna a Demon Wing? Hallottam valami olyasmit, hogy az ilyen sok damage illetve sebesség modifier-t megváltoztattak, például a Smorrack-ot vagy a Bloodbag-et, hogy csak akkor változtatja meg a sebességedet, vagy pozitív vagy negatív irányban, az attól függ, hogyha valami más sebesség modifier-t is felvettél. Lehet, hogy a Lord of the Fate is így működik. Ha! Mikor nem a... mikor máskor, nem most. Térjétemet kicsit elbaszta volna. Látom, egész jó. A sebességem meg már kezd egy kicsit túl sok lenni, pedig most vettem fel lardot. Aha, az nem kell. Ez kéne, csak túl közel van a facehez, de sikerült megoldani. Jó, ülök ezeknek a dupla bombáknak, mondjuk valamint és nem valószínű, hogy valahogy is el fogom használni akár a felét is. Csak a lila elszápot, azt menjünk a fenébe. Jó lesz ez. Lassúak az ellenfelek, mint a fene. Így most lassan más vele fognak menni, nem felén. Lehet, hogy a DPS-e vagy a damage-em nőtt egyébként. A tier rate-em biztos vagy benne, hogy csökkent, hiszen pack-telennél több volt. Illetve a pack miatt. Egész pontosan. Oké. Köszönöm, ha bemehetünk, bár csak egyharmad gapping van és nincs rollunk. Jó eséllyel kapunk soul heartokat. Legalább egyet, hogy ingyen legyen a túra. Ja. Egyáltalán nem túlzás, amit mondtak erről az itemről. 15 centért megnyeri neked a játékot. Mindegy. Egyszer föl kellett venni, de az biztos, hogy el fogom kerülni egy darabig. Vagy olyan kör alatt fogom csak felvenni, ami már nagyon megmentésre szorul. Vagy olyan kör alatt, amíg meg már alapból biztos győzelmi is fanolni akarok, bár ez lesz a ritkább, úgy érzem. Vagy akkor, hogyha mindenképpen szeretném a win streaket fönntartani, mert valami rekordgyanús. Vagy hasonló alkalmakkor. De nem lesz túl gyakori látogató a csatornán a stopwatch, úgyhogy ebből a szempontból is azért bizonyos mértékig különleges epizód, mert hát alapvetően nem minden nap kap az ember Real Platinum Godot. Tudom, hogy egyeseknek már hónapokkal ezelőtt megvolt, valakinek már tavaly, sőt elég sok embernek már tavaly. Picit ebből a szempontból talán lassú vagyok, de végül is elértük azt annak a hosszú útnak a végét, amit már nagyon szerettem volna, úgyhogy nem panaszkodom. Saját magamnak köszönhetem, hogy nem értem rá elégszer.
vagyis ha nem saját magamnak, de igazából ezért nem lehetek dühös senkire. Látom, a punching bag teszi a dolgát. Töntőt lévek a lézerszemek, ennek örülök. Hát itt hosszadalmas lesz, de korán sem nehéz. Effektív a könnyek leesnek még előttem. Ja, hát valaki azt mondta, hogy a soul OP item, mert hát nem nagyon tud eltalálni kb. Semmi, ha nem dodge-olsz bele a téged kikerülő könyvbe. Hát akkor ahhoz képest ez meg még 16-szor jobb. Hosszú anya fight lesz, vagy anya szív fight. De nem nehéz egyáltalán. Türelem kell hozzá, tőletek is, meg tőlem is. Talán azért érdemes még velünk tartani. Hát, ha a ládában kapunk valami olyan itemet, ami picit érdekesebbé teszi ezt. Valami Ludovico techniket, vagy... jó ég, ugye Tech 5-ot, Sima Technology, Technology 2-t, Polyphemus, bármi. Dead Onion-t, Tiny Planet-et még, azt is, sőt, Soy Milk-et is fölvenném még. Amit sose tennék meg, ami normál esetben, kivétel, hogy Librarm van. Ja, hát kb. Egy billentyűt nyomok és kész. Amikor elkezd körbe menni a Brimstone, akkor majd másik kezemet is a billentyűzetre kell tennem, mert ez fog történni. Vagy igazából egyszer eltalál és megölöm közben. Oké. Okay. Nekem jó a polaroid sebezhetetlenség. Lehet többre mennék haza, hogyha fölvettem volna a piros szíveket. Fogalmam sincs, merre van a boss. Nem mint a számítana. Oda fogunk érni. Minden bizonnyal. Azért nagyon-nagyon sokban ne fogadjatok rá, hogy ezt ma megnyerjük, mert lehet megunom a fenébe és elkezdek rambózni. Azért már végtelen sok HP-ing nincsen, sőt, hát három találat, a szarba vagyok. De... azért ez minden bizonnyal egy győzelmnek kéne lennie. Innentől kezdve. Ez a stopwatchért megérte 999 centet adományozni a boltnak. Csak... az, hogy ennyire élvezhetetlenné teszi a játékot, ez mondjuk lehet, egy picit hátulütő. Persze kell baszott OP item a játékba, főleg ha 1000 aranyat áldozol rá, de... hát azért érdekes. Jó, de jó. Nem tudom, hogy Isaac-ra úgy lesz az elég ez a DPS. Csak a stopwatch-ba bízhatom. A stopwatch nélkül meghaltam volna a Necropolis-on, úgyhogy... igazából... már az is nagy teljesítmény, hogy itt vagyunk. Jó, majdnem eltalált. Rage-ig mondjuk hatalmas. Minden bizony az Experimental Treatmentnek és a korábbi itemeinknek köszönhetően. Ez végtelenül eseménytelen. Ezt meg kell hagyni. Nagyon szívesen végrehannék az egészen. Ó, de fura illalasítva ez a... ez amúgy nagyszerű zene, csak kicsit ijesztő néha. Sokáig fog tartani. Nézd, már ő is lassít, milyen cuki. A kaszák nem igazán gyorsak. Itt mondtam, nem igazán érdekel azt, hogy nyereke vagy sem. De azért... ha már bearangoztam, hogy ez szinte biztos győzelem, akkor már... próbálj meg ezt tartani magam, nem igaz? Úgyhogy nem szeretnék meghalni. Előfordulhat, mert úgy nem nagyon veszek föl HP-t, nem tudom miért. Úgy érzem, hogy ez teljesen fölösleges ilyen helyzetünkben, és... talán nincs teljesen... nem tévedek teljes mértékben. Azt akartam mondani, hogy nincs teljes mértékben igazam, de... ezzel pont az ellenkezőjét mondtam valamit, amit szerettem volna, úgyhogy...
Lehetséges, hogy jó utat választottam, amikor azt mondom, amit akarok, és nem azt, amit nem. És ennek most is semmi értelme nincs igazából. De hát... valami értelmetlen dumával ki kell tölteni ezt a borzalmas űrt. Ezeket reggelig lövöldözhetném. Nem megyünk innen a fenébe. És nekem ez kedvem. Ó, megvan a boss. Ugye ez egy gyorsabb volt, nem? Még egy kevesebb esély kapok bármiféle életerőt. De majd itt megnézem balra a Super Secret Roomot, aztán majd ott találunk csupa piros szíveket. És megnyertük a kört. Ha nem találunk csupa piros szíveket, még akkor sem biztos, hogy vesztettünk, úgyhogy... második fázis nagyon-nagyon hosszú lesz. Sunbeam-ekkel, és azt gondolom nincs is annyira lelassítva, úgyhogy ott még akár meg is alhatunk. Egy még nem igazán elég, hogy elcsesszem a polaroid sebezhetetlenségemet. Ja, így meg aztán pláne. Ám bár úgyis el tudom azt meg kártyát, úgyhogy is ellene cseszve. Legalább megkapom másfélszeres damage source-ot, és utána megijedek, hogy még ezzel együtt is borzasztóan kevés a DPS-em. Ez tényleg értékelhetetlenül vacak. De hát, mint látható, mozdulnom sem kell. Úgyhogy eléggé kétségbeejtő. Meg hát ők amúgy is a punching bag-et lövik, mert annyi eszük van. Tényleg. Meg az angyalok is. Hát ez el fog tartani egy darabig. Közben elolvasom a mai Metropolt, vagy nem tudom. Lassan a fél AP-ja már meg is van. Na, kétszer eltalált, ezt gondoltam, hogy így lesz. Főleg úgy, hogy az egyik kezemmel az újságot fogtam. Hamarosan meghal. Reménykedjünk némi DPS upgrade-ben a ládából. Ez legalább... ha nem is érdekesebbé tenni, de egy picit felgyorsítaná ezt az egész folyamatot. Ne, hát mégiscsak 100. epizód szeretnék egy győzelemmel búcsúzni. És egy győzelemmel neki kezdeni a 3 számjegyű epizód részeknek, számoknak. Ó, belérohantam, de jó. Mikor lenne valami orbitalom, még azt mondanám, hogy ez indokolható is azzal. Meg most el is talált, mert túl közel állok hozzá. Meghalni nyilván nem fogok, de azért ezek nagyon butas edzések. Az ember azért hajlamos ellustulni egy ilyen itemmel a zsebében. Vagy hát a nyakában, vagy nem tudom, hol oldja. Valami még eltalált még egyszer, nem igazán zavar. Nem volt szükség egyébként a piros szívekre. Az nem jó. Az nem jó. Az vicces. Infümire nincs szükség, úgyse talál el semmi. Sámsó lánca nem igazán jó. Undefined azért viccesebb, mint a reroll, de inkább reroll van. Hát ez valami. Ez valami, és ennyi. Revenge Fly-nak legalább jó nagy a DPS-e, hogyha egyszer eltalálnak. És ő nincs belassítva, úgyhogy... picit unfair a küzdelem ilyenkor. Hogy utolérje az ellenfeleket, vagy sem. Lehetséges, hogy nem nyerem meg ezt a kört, mert alig van HP-m, de... nem esem kétségbe ettől. Coming Cold legalább valami DPS upgrade, nem olyan hatalmas. Élünk még mindig. Ez nem is nagyon volt kérdés, csak... úgyhogy HP-m nincsen, úgy azért egy-két látom, hogy szívesen látnék. Lehet, még Blue Baby-t se hozom le egy vagy két találattal csak, mert Ice Hacket se sikerült, mert nem figyeltem oda. Egy cent. Oké, jött a Gluttony. Szerencsétlenek a Punching Bag-gel foglalkoznak. Gluttony, lőd a gyoszlopot, gyerünk! Köszi! Engem ne? Mit csinálsz? Ez nem volt a megállapodás része. Ups, ez is valami. Nem akarom temetni az izgalmakat, de úgy érzem, hogy ezzel megnyertük ezt a kört. Ha csak nem csinálok valami elképesztő ostobaságot. Ó, mennyi kvadrum, te atya isten! Ez legalább nem az MV-s, de akkor is.
így megadja a módját, hogy megszívasson így a végére. Ha már ennyire biztosnak kiáltottam ki a mai győzelmünket. Glatinit szeretném megölni utoljára, itt HP-n kívül másra már nincs szükség. Még nem mentem el előre. Szóval a Nine Lives még segíthetne Super Pride-ból, csak a Nine Lives-al az a baj, hogy ez csak a második gyepi itemem. Ha jól emlékszem, és az még kevés. Ez a Revenge Fly jó fogás volt. Ó, köszönöm Istenem. Nem sok, mivel az alapsebzésem pici, de ez is valami legalább, és így azért lehet, hogy egy picit hamarabb fejezzük be a szobákat. Ó, ez vicces. Ezt is figyeljük, már nincs kedvem visszajönni, rerollolni. Alapsebzésünk mi mindig nem nőtt. Mióta lejöttünk, csak úgy. Kaptunk ezt azt. Megvan a boss. Ami három kvadrumot kell hozzá teljesíteni, ez is elég ritka. Úgy látszik a Mamswig-nek nem sok előnyét látjuk ma már. Jó, hát ez eléggé kétségbejtő ez a DPS. Messze! Messze a legkevesebb DPS, ami valaha volt nekem Rebirth-ben a chestben. Nyilván ide nem is tudnék eljutni alapvetően, úgyhogy tényleg ezt alá tudom írni, így miután kis sikert is kipróbálni, nem csak hallanom és olvasnom róla. A stopwatch tényleg a legopibb item a játékban, kétség nem férhet hozzá. Úgyhogy tényleg kerülni fogom a közeljövőben, hogy elkerülendő az ilyen részeket és ehhez hasonló részeket. Mert igazából semmi nem történik. Lassított és több kába ellenfelekkel küzdök. Ami nagyon unfair, mert esélyük nincsen. De ebből a szempontból is picit különleges volt ez a rész. Mennyi az a minimális DPS, amivel még érfelvágás nélkül chestet lehet teljesíteni. Akár stopwatch-sal. Ennél sokkal kevesebben már nem szeretnék itt lenni. Még a stopwatch-sal az is lehetséges volna, de ez is... jó, persze. Hogy még véletlenül se találjon el. Milyen kedves. Na, hol az a Metropol? Jó, egyszer eltalálhatna. Így van. A Revenge Fly-ja lehet, hogy hamarabb meghalt. Ez azért tényleg nem túlzottan nehéz, és aki most tényleg ez az első videó, amit lát a Rebirth-ről, vagy a Binding of Isaac-ről, az most azt jelenti, hogy ez egy baromi egyszerű játék. Semmi kihívás nincs benne, amivel sokkal távolabb nem is járhatna az igazi valóságtól. Úgyhogy, hát most már hamarosan vége a játéknak, vége annak a körnek, ami a legvégső lépcsőfok volt a Real Platinum Guardhoz. Úgyhogy szép lassan el is köszönnék tőletek, nagyon köszönöm, hogy 100 részen keresztül velem tartottatok. Éljük még meg együtt ugyanennyit, remélem, hogy nem kevesebben, hanem egyre többen leszünk. Agyaljatok a Custom Challenge-eken, de még nem feltétlenül kell leírni, mert mondom, az még kicsit odébb lesz. Úgyhogy jó kreativitást kívánok, és még sok epizódot velem, nagyon köszönöm a figyelmet, és a hosszú kitartó figyelmeteket mind a 100 részen keresztül. Hamarosan találkozunk, srácok, minden jót, sziasztok!